A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm az Aranypont ZRT elnök közigazgatóját, Lévai Ferencet. Azt hiszem, hogy nagyon fontos pillanatok ezek az évszaknak megfelelően a halászati ágazat számára is, hiszen meglehetősen furcsa időszakot élünk, klímaváltozásra gondolok elsősorban. Nyilván erről is lesz szó, ugyanakkor fontos, hogy az elmúlt időszakban volt egy olyan tanácskozás, ami meghatározta egy kicsit a jelent és a jövőt is. Gondolok itt a MAHO Plusz intézkedési tervére is, arra a bizonyos 55,9 millió euróra, ami 70-30%-ban uniós forrásokból, illetve hazai forrásokból áll. Ez mennyire fontos az ágazat számára, hiszen azt tudjuk, hogy azért meglehetősen nagy nehézségekkel küzd a halászati ágazat is. Hát annyira, mint a késed akasztott embernek, hogy levágják. Mert kb. Lógunk a kötélen. 26 ezer hektárnyi magyar tógazdasági felületben 24 ezer hektár működik, és minden vészkiabálásunk ellenére nem igazán látjuk azt, hogy bárki meg akarná menteni a halászati ágazatot, és ez teljesen mindegy, hogy az EU, az Európai Unió zöld programjára gondolok, meg a kék gazdaságra, meg a körforgásos gazdaságra, vagy akár a hazai döntéshozóknak a döntéseire, összesen 7-es milliárd forint kellett volna ahhoz, hogy elérjük azt az alaptámogatást, ami nélkül nem működik a mezőgazdaság, az alaptámogatáshoz 7 milliárd kellett volna 7-es év alatt. 2100 milliárdot kap plusz kiegészítő támogatást az EU-son fölül a magyar agrárium. Ebből nekünk 7 nem jutott, sajnos azt kell mondanom, hogy a lobbierőnk annyira csekély, és annyira nem szakmai alapon történik a dolgok jó részének elbírálása, hogy ez bizony egy fulladásos állapotot idéz elő, lassan, de biztosan mózsolódik le a halászati ágazat. És a MAHO Plusznak nagyon örülünk, csak el kell mondunk 3 dolgot. Az első pozitívum az az, hogy 10%-kal megemelték a támogatható keretet, tehát 50% helyett 60% a támogatottság. De ha visszagondolok arra, hogy 6-8 hónap alatt tudták csak elbírálni a pályázatainkat, aztán legalább eddig tartott a kifizetés elhúzódása, akkor azt kell látnom, hogy bármennyire csökkenő az infláció, a támogatás egy részét el fogja vinni ma is az infláció, semmi nem jelmutat arra, nem látunk létszámfejlesztéseket, nem látunk intézkedéseket arra, hogy gyorsabban menjenek majd az új MAHO dolgai. És ez nem azon múlik, hogy a döntéshozók most mit akarnak, hanem milyen szituáció állt elő, legyen az az államkincstár, vagy legyen az a konkrét végrehajtó Kecskeméten székelő intézetünk része. Amit szintén nem látok nagyon optimistán, az az, hogy a kötelező állami részeken kívül, tehát a statisztikai, a média megjelenések és minden más, ahol csak állami cégek vagy állami tulajdonban lévő cégek pászhatnak, azon kívül jó, ha novemberre lesz kiírás ebből az egészből, tehát a legeslegjobb esetben jövő év ilyen korára lesz talán majd elindítható, támogatható tevékenység, és 2 év már elment a MAHO Pluszból. Tehát a hura optimizmust, ha leszállítjuk a realizmus talajára, akkor olyan sok minden nem dicsekedhetünk. Kemény csatába vesztettünk az Unióval, szerettük volna elérni azt, hogy a saját alapunkból, 59 millió euróból, szerettük volna azt elérni, hogy legalább azt a szántóföldi támogatási nagyságrendet, ezt a 70-100 000 forint per hektárt elérjük, ez nem a gyümölcsösé, nem a szőlőé, és nem a rizstermelésnek a támogatottsága, mert a 150 és 230 ezer forint között van, legalább az alapokat elérjük, hogy a mi gazdáink, a mi tulajdonosaink is tudjanak egy kis pénzt arra összerakni, egy kis alapot képezni, egy 5%-os jövedelmezőségű ágazatnál, amiről beszélünk a halászatnál, hogy legyen forrásuk ahhoz, hogy önrészt tudjanak biztosítani a részünkre. Nem tudtuk elérni. Talán 35 ezer forint fog jutni hektáronként a támogatottságra. Ilyen alacsony szint sehol nincs a mezőgazdaságra. Mennyire értékelnek bennünket, és hiába mondjuk el, hogyha egyszer arról beszélünk, hogy meg szeretnék az ökoszisztémát óvni, akkor az nem arról szól, hogy deklarációkat adunk ki, és zöldítési programokat tervezünk, és majd 2 év agyonműtrágyázott kukorica után most legyen rajta lucerna, meg annak nem kell annyi tápanyag,
hanem arról van szó, hogy egyetlen hektár halastó természeti értékei, a benne lévő élet mennyisége és minősége, az több tízezer szerese. Tízezer hektár kukoricában nincs akkora élet, mint egyetlen hektár halastavon. Mutasson valaki a kukoricában egy szál gyomot, ami a természet része. Egy atkát, egy inszerticidát, egy rovart, mutasson benne egy gombát, azonnal megy a permetezőgép, és agyon permetez mindent. És ezt támogatjuk. A hallgazdálkodást, amelyik az extenzív tógazdálkodás 500 éve is pont így történt. Kihelyeztük a halakat, a tavakat megépítettük, egy kis kiegészítő takarmát adunk hozzá, ez a változás. Nincs műtrágya, nincs semmi, amivel a hozamfokozást fokoznánk, mert nem használunk antibiotikumot, nincsenek tápok a klasszikus tógazdálkodásban, és ott tartunk, hogy mi fogunk a leghamarabb lemogzsolódni a mezőgazdaságról. 4,6 millió szántóból nem jut annyi támogatás, hogy ezt a nyavajás 24 ezer hektárt megmentsük legalább. És én tisztán látom azt, és elnézést kérek, ha egy kicsit indulatosabb vagyok, hogy kimegy az én generációm. Kimennek a mai 70-esek. Nem olyan sokan vagyunk már. És vége van a szerelemnek. Annak a szerelemnek, hogy mi szeretjük ezt a szakmát. Mi ezért dolgoztunk, és nem tudunk mást. De az én fiam már nem így gondolkodik, meg a szomszéd fia se. Az abban számol, hogy miért nem csak kukoricát helyette, miért nem rizst, miért nem ezt vagy amaszt, aminek köze nincs a hallgazdálkodáshoz. Ott, ahol ezt meg lehet tenni, nem mindenhol lehet megtenni. El fog kopni ez a kis gyöngyszem, úgyhogy mindent ezen a szemüvegen keresztül kell néznünk, nem lesz, aki a támogatások jó részét föl fogja majd venni, mert nincs hozzá önereje. És nem lesz, aki ki tudja várni azt, hogy másfél év, mire elszámolunk egy gazdálkodási eredménye, vagy egy beruházás eredményével. Márpedig nagyon-nagyon fontos, hogy a szakirányítási feladatok kellő hitelesen képviseljék az ágazatot. Ebben mennyit segít az uniós soros elnökség? Hiszen azért ez egy fontos esztendő lesz ebben az értelemben, hiszen azt tudjuk, hogy a versenyképesség kulcskérdés, és az ágazati innovációban is segíthet. De ha az imént elmondottakra gondolok, akkor bizony itt is vannak fontos kérdések. Nézze, a részvétel nagyon fontos. Györfi Balázs úr, Bezei Dávid úr, akik ma kint vannak az EU-ba is, meghatározó személyiségek ebbe, vagy mondhatnám a halászatot képviselőket is, azt gondolom, hogy mindent megtesznek azért, hogy az érdekeink ott képviselve legyenek. Ennél jobb összetételű csapatot nem tudnánk kitalálni az agráriumból, aki ilyen szinten átlátja, akár Györfi Balázs, akár Mezei Dávid, csak az első két embert mondom most, mert mondhatnám még jó néhányat. Tehát a szakmai képviselettel mindenképpen elégedettek vagyunk. Kérdés az, hogy milyen terepen tudjuk felvenni a harcot, hogy tudunk azzal a brüsszeli lobbival megküzdeni, amelyik egyszerűen nem hajlandó meghallani a szavunkat. Én a görög biztossal, meg az elnök asszonnyal többször is kemény vitába keveredtem személyesen is, illetve online monitoring bizottsági üléseken is, ahol elmondtam, hogy nekünk nem szabadna azt a célt kitűzni magunk elé, hogy még több halat termeljünk, sokkal fontosabb a természeti érték megőrző ereje ennek a gazdálkodási formának, amiből alig van már. Mi vagyunk meg a legeltés állattartás. Mi tudjuk azt, amit 500 éve tudtak. Az összes többi az traktor, vonverő, kombány, meg űz, meg vegyszer kérdése. Nem adok, hogy kéne beszélni. Európa nem éhezik, Európa túlleszi magát. Európa kövér. Európa szenved a jólét betegségeitől. Ahelyett, hogy válogatottan jó minőségű ételek kerülnének az asztalunkra, még Magyarországon is. Nézzük meg a strandon egymást. És mondjuk azt, hogy biztos, hogy ennyit kell lennünk? Biztos, hogy annyira kell a műtrágyát tolni, hogy még egy hektáron egy mázsával több termény legyen? Nem lenne egy jobb minőség, az sokkal többet érő, akár az egészségünk, akár a föld egészsége szempontjából? Eltértem a tájtól, és elnézést kérek a főszerkesztő úrtól, nem kifakadni akartam, csak mikor ezekről beszélünk, mindig eszembe jut az, hogy pontosan mi is a cél. Egy fenntartható, minőségi élelmiszert termelő, jó egészségügyi populáció fenntartás, jó egészségű populáció fenntartása. Ennek a legfontosabb feladatának egyike a tápanyagnak a bevitele, az üzemanyag kérdése, az élelmiszer, a mi üzemanyagunk, az emberi testé. Ennek a minősége eldönti, hogy meddig vagyunk, milyen szavatossági időnk van, mikor jár le, és hogy működik a motorunk. Erre kéne több figyelmet fordítanunk idehaza is, és Európa szinten is. Ezt a kezdeményezést nagyon nehezen látom. Lobby érdekek csatáznak egymással, ilyen vegyszer, olyan vegyszer, kivonjunk, ne vonjunk, nem tudunk nélküle működni, tudunk nélküle működni.
azt gondolom, hogy talán kevesebb cél kellene, jobban megfogva és jobban körüljárva ezeket. Nem biztos, hogy a növényvédőszereknek a jó része kivonása az Isten ellen való vétek, és akkor jaj, mi lesz a terméssel. Még egyszer mondom, az élelmiszer 20%-át minimum kidobjuk, még Magyarországon is. Miközben az ország egy része, hát bizony nem jut hozzá a mindennapi táplálékhoz. Talán gondolkodva, figyelembe véve az, hogy 10-20-30-50 évben is itt szeretnénk lenni, úgy kéne gondolkodnunk a mezőgazdaság is benne a halászat jövőjéről is. Mit tudunk ebből megőrizni? Mit nem tipor le az idő, és mit nem váltanak föl az óriás gépek meg a vegyszerek? Nagyon fontos kérdésekről esett szó eddig is, ugyanakkor nagyon fontos az éghajlatváltozás, a klímaváltozás. Mennyiben tudnak ezen segíteni a gazdák, hiszen a vízminőség alapvetés, úgy gondolom, és azt hiszem, hogy az eddigi tapasztalatok alapján ez az egyik legfontosabb kérdés, függetlenül attól most, hogy az uniós elnökség miként tud ezen segíteni, hiszen ez egy igazi ágazati innovációt is jelent. Azt gondolom, itt is elsősorban magunkra kellene támaszkodnunk. Magyarországon a víz mennyiség ma a kérdések legfontosabbika, és a víz itt tartása az országban. Dacára annak, hogy villámárvizet dugják fel az országot, lecsapó cinklorszerű viharok keletkeznek, pillanatokon belül hatalmas vizek keletkeznek kisebb régióba, ez a víz hiányzik Magyarországon. Ha csak egy apró példát mondok, hogy mindenki értse. 3 nappal ezelőtt volt egy igen jelentős 15 mm-es eső. Kint voltak a virágok, nagyon szépen örültek neki, nem áztak meg. Na, akkor másnap ne öntözzük meg, mondom én, hiszen minden nap locsolni kell reggel, hogy szépek legyenek és teltek. Erre délutánra kiszáradtak, mert a 34 fokra fölmenő hőmérsékletet, ezt a perzselő, égető UV-sugárzásos hőt, ezt nem bírták, nem lehet megúszni. Át kell alakítani az életünket. Dolgozik itt néhány vietnámi fiatalember. Azzal kezdték, hogy megjött a napsütés, azonnal fölvettek mindent. Kapucni, sapka van a fejükön 32 fokba, és be vannak gombolkozva nyakik. Mert megtanulták genetikailag már, hogy nem szabad a nappal játszani, attól ma már félni kell. Ettől a napsütéstől nem D-vitamint kapsz, bőrrákot. Tehát nagyon-nagyon fontos odafigyelnünk arra, hogy ezt az iszonyú mennyiségű sugárzást, ezt a hatalmas erejű hőmennyiséget, és azt a rapszodikusságot, ami jellemzi, hogy reggel még föl kell venned a melegítőt, mert 13 fok van, 11 órakor már 24, és délután 3-kor 31, hogy ezt át tudjuk vészelni. Az állatok is, és mi is. Halak annyival vannak ilyen szempontból jobb helyzetben, hogy a víz, mint közeg, sokkal lassabban mozdul. Nem tud 5 fokokat, meg 6-okat, meg 7-eket pillanatok alatt lemeg fölmenni, de nagyon megviseli a halakat is ez az állapot. Látjuk azt, hogy én már megmondom, mikor jön a hidegfront, vagy a melegfront, előtte valónak minden hal fönt liheg a víz tetején, az Istennek nem eszik, pedig enne, mert az alul képződő iszap gázok már tolják fölfelé, nem engedik, hogy lent a fenéken turkáljon. És egy erős szél megváltás már átlevegőzteti az egészet. Nagyon sokat kell megértenünk az időjárás változásból, csak egyet tehetünk, nincs más megoldás. Az evolúció, alkalmazkodni hozzá, minden liter vizet itt tartani az országba, nem engedni ki semmit se, kivételt képez nyilván egy lokális árvízhelybe, ahol úszik a falu, most ugye nem erről beszélek, hanem generálisan. A vizek minősége, nézze, rengeteg olyan hibát elkövetnünk, amit ma már nem szabadna. Csak mondok egyet, a városok jó részében a csapadék víz csatorna be van kötve a szennyvíztisztító csatornába. Amikor rázódul egy kőből álló városka, ami semmit nem szível vizet, csak vezeti a vizet, rázódul 10-12 mm, tehát 1 centi víz mindenhova, ami lemossa a port, a koszt, a rárakódott szennyeződéseket az aszfaltról, és beleviszi a szennyvíz csatornába, egy óra alatt fölborítja annak a biológiai egyensúlyát, egy óra alatt kiönt minden, és ömlik, bömböl ki a víz, rossz minőségben a befogadó felszíni víztestekbe. Ezeket bizony helyileg kezelni kellene, végig gondolni, hol tudná csatornarendszereket építeni, csak egyetlen dolgot mondtam ez ügybe. Ezek az óriási hőmérséklet ingadozások a baktériumflórát is megviselik, amik a szennyvíztelepeken kezelődnek. Nem beszélve arra, hogy a szennyvíztelepek szennyvíziszapjának a megnyugtató kezelése ma sincs még kifordítva rendesen, ma sincs még kidolgozva rendesen, és helyben is rengeteget küzdködnek attól, hogy tudnák betartani a határértékeket. Készül már egy EU szabályozás arról, hogy közvetlenül élővizek
nem lehet belengedni a tisztított szennyvizeket, hanem valami előtávozós rendszert még ki kell mellettük alakítani. Ahol erre hely van és lehetőség, mindenképpen javasolnám, ezek a vizek még nem biztos, hogy jó helyen vannak a Malomban, Ládor és az összes többi csatornában, amik a felszíni víztestek. Nagyon sokat kellene tennünk azért is, tudatosan is. Sokkal kevesebb vegyszert kéne a mosásokhoz használni. Sokkal jobban kéne reklámoznunk azt, hogy használj mosódívót, használj korszerű más eszközt, nem biztos, hogy mindig bele kell szúrni annak a nyavajás mennyiségnek a másfélszeresét, mert úgy gondolom, hogy a mosógépbe, ugye ez a ruha egy kicsit koszosabb. Talán egy picit előáztatnánk, és lemennének, nem akarok hozzáértő lenni mindenbe, csak elmondanám, hogy rengeteget, nagyon kellene az a környezeti nevelés, amit időnként az iskolában már tapasztalható, hogy a gyerekkel megértetni az, hogy mennyire fontos, hogy kevesebb egyszert használjunk, hogy nem kell háromszor a samponnal fejet, most apróságok. De a szennyvíztisztítók jó részét azzal terheljük le, hogy irgalmatlan mennyiségű egyszert használunk kell. Nem biztos, hogy háromszor kell megszaponozni magunkat, csak ártunk a bőrünknek vele. Szóval rengeteg apró, praktikus dolog kellene ahhoz, hogy az evolúciós folyamat, ami arról szól, hogyan tudunk alkalmazkodni az megváltozott és általunk nem befolyásolható környezeti tényezőkhöz, abba irgalmatlan mennyiségű munkát kellene főleg a gyerekek részéről beletenni, persze mindenki részéről is. Én örömmel látom, hogy csinosodik, szépül Magyarország. Örömmel látom, hogy nincs már annyi eldobált szemét. Örömmel látom például Székesfehérvárt, ami gyönyörű példa a virágágyásaival is, a köztéri rendjével. Ezek nagyon-nagyon szép dolgok. A Balaton parton végigmenni, egy pici strandon voltunk lent, Szigligeten, a múlt héten nem láttam szebbet Olaszországban se, azt a rendet, tisztaságot, mosdókat. Szóval rengeteg helyen elértük azt, amit egyébként Európában el kell érnünk, és ott kell tartanunk, de ebből általánosságot kéne csinálni, mert látom közben a lerobbant kiürült falvakat is. Tehát egy hosszú távú, elemző munkán alapuló, környezetet kímélő, és a fenntarthatóságot képviselő gondolkodásmód kialakítása kellene. Amit el kell kezdeni, mert ennek az eredménye 10 év múlva lesz. De nem volt hiába arról az előző 10 évnek az eredményese, hiszen Magyarország nagyságrendekkel tisztább lett, és nagyságrendekkel szebb lett. Ezt nem lehet elvitatni dacára annak, hogy mindenféle eredményeket vitatjuk, vagy éppen nem sikerült mindenbe az, amit elterveztük mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tessék szó a fogyasztás növeléséről. A MAHAL esztendőről esztendőre nagyon sokat tesz ezért. Egy kicsit beszéljünk az árérték arányról. Mi mindent kell ahhoz tenni, hogy nőjön a fogyasztás, hiszen egy-egy program akció rendben van, ugyanakkor a hétköznapokból kéne ünnepet csinálni. Ez egy nagyon jó kérdés, és miután ezzel rengeteget foglalkoztam, mert vannak tapasztalataim, csak mondok egy apróságot. Amikor ingyen kóstoltatunk mondjuk egy Omékon, egy vásáron, vagy bárhol másút, 10 emberből 9, aki arra jár, meg se kell szólítani, azonnal elveszik, jaj, de finom, ó, de jó, hát hogy szeretjük a halat, és hánytól tetszik halat venni? Hát nagyon sokszor nem, mi olyan nagyon nagy halevők nem vagyunk, egy kicsivel többet kéne ezzel is foglalkozni. Igen, meg kéne értetni az emberekkel, amit már egy mondattal érintettem, hogy nagyon fontos az üzemanyag. Ez a modern életmód, amit mi élünk ma, amikor a fejünk a legnagyobb energia felhasználunk, és a lábunkat mozgatni kell, hogy elmenjünk 50 métert, mert egyébként autóval szeretnénk menni mindenhova. Sokkal több energiát kéne fektetni abba az életmódváltásba, aminek a táplálkozás váltása is egy fontos része lenne, hogy kevesebbet, jobb minőséget, és nem gyógyszert. A halfogyasztásnál egyértelműen látszik az, hogy a halfogyasztó országokban a szív- és érintségi betegségek, amelyek Magyarországon a második halálokok között szerepelnek, és sajnos európai vezetők vagyunk a statisztikát illetően, az a táplálkozásukban adódik. Mozgásszegény életforma, hagyományos táplálkozás, zsírral, sóval, cukorral, hát ebből csak egy van, egy lehasznált, lestrapált, előregedő motor, mondhatnám azt is, hogy társadalom. Tehát itt is a szemléleten a legfontosabb, nem csak eszközök kellenének hozzá, hanem sokkal több munkát kéne ebbe belefektetni. Az a munka a legolcsóbb, ami nem gyógyszert kell venni az embereknek, megtanítani őket a helyes táplálkozásra, aminek az egyik fehérje forrás, alapeleme a hal.
Mindig elmondom, hogy Japán, aki egyébként a legzsúfoltabb körülmények között 10 órás munkával egy nagyon-nagyon, sok szempontból nagyon nehezen megérthető társadalom a mi szempontunkból, hiszen az emberek csak részei egy csavarjai, csak egy motornak, ami dübörög Japán, és óriási fegyelemmel viszékez mindent, de a legtovább ők élnek szinte a világon, mert 90 kilogramnyi halat, illetve vízből származó élelmiszert fogyasztanak. Sokkal többet kellene áldoznunk arra, hogy megértessük az emberekkel, hogy ne azért vegyél halat, mert most ingyen van, hanem legyen az étrendedben minden nap. Van egy műsorom a Gazdasági Rádión, aminek hát nyilván egy perifériális kis rádió. Ha a péntek. Ha a közrádió szánna minden pénteken, csütörtökön, 5 percet szánna arra, hogy péntek a halfogyasztás, a bőjt, az egészséges életmódapja, a felkészülés a hétvégi egyébként jobb életre, rengeteget tudnánk azzal, hogy ne lenne 5 percünk. Ha a péntek, miért kell halat enni pénteken, mit készítsetek el pénteken? Egy kis figyelemfelhívás. A reklámoknak, a befolyásolásnak a jó része üzleti alapon megy. Miért nincs egy olyan szegmense, mondjuk a magyar reklámiparnak, ami az egészséges és tudatos életmódról szólna? Miért nincs egy halpéntekünk? Ez egy nagyon jó szlogen lehetne arra, hogy minden pénteken elmondanák, hogy figyelj, bármelyik nagyobb áruházba kapsz egy halfilét, egy pontyfilét, egy afrikai halcsafilét, lehetőleg hazai halat, csinálj belőle ma egy diósbontást, holnap egy illezetet, következő héten üssössze már egy halcsapaprikást. Ha az embereket ezzel minden pénteket be tudnánk a köztudatba vinni ezt. Már nem is beszélek egy televízióról, mert esélyünk sincs rá. Tehát ezek az apró kis lépések kellenének ahhoz, hogy a halfogyasztás nagyságrenden nőjön. Csinálhatunk mi a vásárokon 30 kóstolót, hirdethetünk mi reklámokat, kapjál, és rámehetünk mindenféle közegre, de látnunk kell, hogy ennél egy kicsivel több kell. Állandó, folyamatos jelenlét a médiába ahhoz, hogy befolyásolod azt a közeget, ami Magyarország lakossága. Nem megy másképp. Nem megy másképp, és sajnos azt kell mondjam, hogy ebbe kampányokat csinálunk, ott vannak az uniós támogatások, a magyar kiegészítése, kevésnek tartom őket. Kellene egy állandó jelenlét, ahol el lehetne mondani minden áldott héten, hogy miért tegyél halat, milyen halat tegyél, egyszerű módszereket, nem csodakonyhákba kell zsülére vágott hagymával kábítani a népeket, nem. Hogy főz meg egy bográcsgulyást, hogy paprikás krumplival, ne tegyél már kóbást, hát pont olyan jó bele a füstölt hal, ne adj Istenet kis halcsa. Filé. És pont azt a paprikás kumpit fogod enni, ami egy nagyon egyszerű étel, 30 perc alatt megvan. Vagy egy csirke pörköltnél sokkal egyszerűbb egy harcsa pörkölt, és sokkal táplálóbb. Egy sokkal finomabb, értékesebb élelmiszert veszel magadhoz. És lehet beszélni arról, hogy olcsó vagy drága, ár értékarány nézünk, mindig drágább a húsnál. Tessék meg, egy tengeri halászattal rendelkező ország, Spanyolország, Portugália, mindig a legdrágább a halétel. Ettől függetlenül az étlap fele az hal. És olyan nincs, hogy egy portugál, egy spanyol vagy olasz egy héten egyszer, de inkább kétszer ne enne halat. Pedig ott a világon minden kapható más élelmiszerekből is, a legkülönbözőbb kínálati formában, a bisztrótól, a pitától kezdve a szuperéttermekig. Nálunk a halból jó, ha van 2 vagy 3 féle egy-egy jobb étterem étlapján, a legtöbb étteremnél egy van, egy halászlé, meg még valami hozzá, valami sült, ha valami tengeri halból. Tehát ennek a kultúrának a megalapozásához kellene egy népegészségügyi szem. Lélet, hogy akarok egy egészséges népet, és mi kell ahhoz? Lehetőleg úgy, hogy ebben benne legyen az is, amit szintén nagyon szeretnénk, egy kis lokálpatriotizmus, magyar halat fogyaszt például. Magyar halfogyasztás jó része nem magyar hal. 1,5 kiló magyar halat eszünk meg, és 5 kiló tengeri halat. Az még mindig jobb, mintha helyette más tennénk, más húsfélét, de gondolkodjunk már rajta, hogy a legbiztonságosabb élelmiszer a hazai, mert nyomon tudom követni. Én tudom, melyik tavamban milyen hal termet, milyen annak a vízminősége. A kollégám tudja az afrikai halcsa termelő telepen, hogy milyen vízminősége, kötelező monitoringja van. Milyen vízminőséggel dolgozik, melyik minőségű táppal, abból mintát kell eltennie, bevizsgálás alatt van. Mi nem tudunk tévedni egy minőséget illetően. Mondja már meg valaki, hogy a norvég ladat, hogy a északi jeges tengeren fogott hek, az ugyan honnan a fenéből tudjuk a minőségét, ami 12 ezer kilométerre jön ide, az Isten tudja, mikor fogyasztották le. És a kereskedőnek mi volt a szempontja? Nem az, hogy aukción vegye meg a legolcsóbbat. Csak hozzátenném. Tehát ha végig gondolnák egy népegészségügyi programot, amiben épp úgy benne lenne, és most nem csak magamról beszélek, a magyar zöldség, gyümölcs,
hogy háromszor inkább azt vette a póc, hogy gyerekem, lehet, hogy drágább egy kicsivel, de három hasznával legalább. Nem csak az, hogy a magyar földbe termet és jó minőségű, hanem az is, hogy a magyar gazdát támogatod vele, meg az is, hogy elő sem fordulhat mondjuk Svájcba, hogy levegyeik a lengyel vajat a pócról, pedig 20%-kal olcsóbb addig, amíg egy darab svájcit talál. Ez saját példám volt, mert ott voltam Svájcban. Tehát át kéne egy kicsit alakítani a szemléletünket, amit már elkezdtünk a környezetvédelem kapcsán, sokkal több energiát kéne erre fektetni. Irgalmatlan pénzt költünk mindenféle kampányokra, YouTube-okra, videókra, mindenféle politikai elkötelezettségű műsorokra. Ha ennek a felét költenénk, harmadát költenénk arra, hogy hogy élj egészségesen, független attól, hogy te milyen magyar vagy, hanem itt élő ember vagy a Kárpát-medencébe, na az egy óriási durranás lenne. Én erre biztatnám mindenkit. Pártokat, pénzköltőket, reklámra költőket és egészségesen élni akarókat. Ezt harcoljuk ki, hogy többet költsük magunkra, az élő emberre, és nem arra, hogy most éppen mi mellé szerveződünk, hogy mi mellé nem. Az igazi békepártiság az, hogyha békét tartunk magunkba, és egy békés jó világba, normális körülmények között neveljük a gyerekeinket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.